Sok a hiányzó téli vírusok az iskolákban. Megállapodást köthetett az alapítvány a roma családokkal. Zöld népszavazás, klímavédelemért küzd az LMP. Ma is itt vagyunk a legfontosabbakkal. Jó estét kívánok! Még nincs influenza járvány, de van olyan iskola, ahol már több mint 100-an hiányoznak. Fertőző betegségek miatt több gyöngyösi iskolában, óvodában és bölcsödében megnőtt a hiányzók száma. Értesüléseink szerint a beteg gyerekek és tanárok is főként torokgyulladással és lázzal küszködnek. A pedagógusok felhívják a szülők figyelmét, hogy a további fertőzés megfékezése érdekében ne vigyék az intézményekbe azokat a gyerekeket, akik valamilyen betegségre utaló jelet produkálnak. Sapka, sál, pulcsi és kabát. A gyerekek számára télen is fontos, hogy sokat legyenek a levegőn, azonban ezekben a hideg hónapokban az imént felsorolt kiegészítők elengedhetetlenek annak érdekében, hogy megőrizzük egészségüket. Ebben a gyöngyösi iskolában több mint 100 hiányzóról számoltak be, kevesebb mint két hét leforgása alatt. 24 fős osztályom van, és 11-en hiányoznak. Múlt hét hétfőn kezdődött egy fiúnak torokgyulladás alatt, és azóta minden nap 5-6-an csatlakoztak még hozzájuk. A beteg gyerekhez is mindenki magas lázzal van otthon, és ez azért volt probléma nekünk a héten, mert ugye 18-án szombaton írták a 8-osok a középiskolákba a felvételiket, és sokan a pótfelvételére kell, hogy menjenek, ami most lesz csütörtökön 2 órától. Ahogy a pedagógus elmondta, a legtöbben felső légúti megbetegedés miatt hiányoznak, de akad olyan is, aki hasmenés hányás miatt maradt otthon. A pedagógusok a hiányzók magas száma miatt fokozottan figyelnek a higiénia betartására, és rendszeresen viszik a tanulókat levegőre. Emellett kérik a szülőket, hogy beteg gyermekeiket ne vigyék az intézményekbe a fertőzés megfékezése érdekében. Egyfajta megállapodásról és szerződésről szóló titkos bejegyzések láttak napvilágot a gyöngyöspatai helyzettel kapcsolatban. Horváth László országgyűlési képviselő mai sajtótájékoztatóján idézett a nyilvánosságra került írásokból, és elmondta, jó lenne tudni, miről szól a megállapodás a roma családok és az őket képviselő alapítvány között, és a pereskedés hozhat-e anyagi hasznot az alapítványnak. Nyilvánosságra kerültek azok a bejegyzések, amelyeket az Esélyt a hátrányos helyzetű gyerekeknek alapítvány képviselője írt a roma családoknak egy közösségi oldal zárt csoportjában. Január 17-én járt le a határidő, addig kellett volna közel 100 millió forint kártérítést fizetnie a gyöngyöspatai általános iskolát fenntartó tankerületnek, illetve az önkormányzatnak, a szegregált oktatásban résztvevő roma tanulók és családjaik részére. Az alperesek nem tudtak fizetni, és többször is egyeztetést javasoltak, hogy készpénz helyett oktatással, képzéssel segítsék a gyerekeket. Horváth László országgyűlési képviselő mai sajtótájékoztatóján bemutatta a nyilvánosságra került bejegyzéseket, amelyben egy bizonyos megállapodásról beszél az alapítvány. A határidő lejárta után egy egyeztetést szerveztek, ezelőtt került ki egy poszt, amelyben azt írták, idézem, aki veszekedni jön és szájalni, előre figyelmeztetem, hogy könnyen eljuthat oda, hogy az együttműködés képtelensége miatt felmondjuk vele a megállapodást, és akkor csinálhatja maga a dolgait. Ha nincs mit rejtegetni, mert mindenki önkéntesen végzi a dolgát az alapítvány részéről, akkor gondolom, hogy ez a megállapodás sem titkos. Jó lenne látni ezt a megállapodást, jó lenne tudni azt, hogy van-e ebbe olyan elem, ami egyébként az alapítvány számára is anyagi érdekeltséget vagy anyagi hasznot hoz ebben a pereskedésben. Egy másik bejegyzésből az is kiderül, hogy a kisebbségi önkormányzattal sem a roma családok, hanem az alapítvány tartja a kapcsolatot. Horváth László szerint az alapítvány elvesztette erkölcsi értelemben azt a jogát, hogy a roma családok nevében cselekedjen. Mint elmondta, azt, hogy az alapítvány célja a pénzszerzés, és hogy politikai játszmáról van szó, szerinte más bejegyzések is bizonyítják, ezekből is idézett a képviselő. Itt Budapesten minden arra fogható cigány és nem cigány aktivistát próbálunk mozgósítani. Én meg fogom mozgatni az Európai Uniós kapcsolataimat is, és megpróbálunk egyházaktól, valamint civil szervezetektől titeket támogató akciókat kicsikarni. A végén úgy is fizetnek majd, és arra költitek a pénzt, amire csak akarjátok. Horváth László elmondta, köszönet illeti az iskola egykori és jelenlegi dolgozóit, hiszen lelkiismeretesen végezték és végzik munkájukat.
nem nemzeti identitás alapján különültek el a diákok Gyöngyöspatán, a beiratkozási sorrend alakította ki az osztályba sorolást. Ezt mondta a Mi Hazánk Mozgalom megyei megbízott elnöke, aki éveken át Gyöngyöspatát képviselte a perben. Mint elmondta, a pert kezdeményező alapítvány szerint közvetett szegregáció alakult ki az iskolában. Ennek az ellenkezőjét pedig nehezen lehet bizonyítani, mivel a törvény szerint olyan személyes adatot, hogy ki milyen identitású, az intézmény nem kérdezhetett meg. Fontos tények nem hangzottak el az országos médiában a gyöngyöspatai helyzettel kapcsolatban, ezzel kezdte sajtótájékoztatóját a Mi Hazánk Mozgalom Gyöngyösön. Mint az dr. Pápai Ákos, a perben Gyöngyöspatát képviselő ügyvéd elmondta, nem identitás alapján különítette el az iskola a diákokat, tehát nem igaz, hogy az intézmény direkt tette külön osztályba a roma gyerekeket. Alapítvány, amelyik a pert kezdeményezte, abban az előnyös helyzetben volt, az iskolával szemben, hogy neki elég volt valószínűsítenie, és a törvény szerint a szegregáció ezzel bizonyítottá vált, mint megdönthető vélelemmel, mert a megdöntése az iskola által szinte lehetetlen volt, hiszen nem állt módjában, mint különleges személyes adatot megkérdezni a gyerekektől, hogy kinek az identitása milyen. Dr. Pápai Ákos azt mondta, a beiratkozási sorrend alapján kialakult B osztályban csak roma, az E osztályban pedig 40%-ban nemzetiségi, 60%-ban magyar diákok jártak. Hozzátette, az ítélet jogszerű, ám az emberek morális értékrendjével szemben álló. A Mi Hazánk Mozgalom álláspontja szerint a szegregáció nem megoldás, viszont a mai oktatási modellben nincsenek meg a feltételek ahhoz, hogy ezt meg lehessen szüntetni. Mint elmondták, a gyöngyöspatai iskolából több diák is átiratkozott más településre, így ingázniuk kell a tanulás miatt. Ezek a gyermekek nem tudnak a lakóhelyükhöz legközelebb álló iskolába járni, mert képtelenség ott egy normális oktatásban részesülniük. Több neves gyermekpszichológus is elmondta, hogy a gyermekeknek az a jó, ha óvodába és általános iskola alsó tagozatában a saját lábán jut el. Nem tömegközlekedéssel és nem autóbusszal. Mert a mentális fejlődésüknek ez nem tesz jót. A mozgalom úgy gondolja, a magyar gyerekeket is megviseli a kialakult helyzet, miközben róluk kevés szó esik. Zöld népszavazásról tartott sajtótájékoztatót Kendernai János, az LMP társelnöke Gyöngyösön. A párt eddig 12 kérdés és kommentárt fogalmazott meg a klímavédelemről. Céljuk, hogy zöld irányba álljon Magyarország, és megújuló energiák felhasználásával, erdők telepítésével, valamint egy klímavédelmi tárca létrehozásával környezettudatos és egészséges nemzetté váljunk. Az LMP szerint a népszavazás egy eszköz lehet arra, hogy világos és egyértelmű követelést fogalmazzanak meg a jelenlegi és következő kormányoknak, hogy tiszta és élhető környezetet teremtsenek az embereknek, mondta Kendernai János, az LMP társelnöke. A társelnök szerint azonnali cselekvésre van szükség, ezért is kezdeményezték a zöld népszavazást. A párt eddig 12 kérdést fogalmazott meg, ezzel szeretnék közös gondolkodásra hívni az embereket, hogy milyen további kérdésekkel lehetne egy új, zöld irányba állítani Magyarországot. Paks 2 lesz egy kérdésünk, amiben szeretnék azt a választóktól megkérdezni, hogy egyetértenek ők azzal, hogy 32 után ne legyen Magyarországon atomerőmű, működőképes atomerőmű, és csak megújuló energiákból lehessen Magyarországon a szükséges energiát előállítani. További kérdéseink szólnak például a buszközlekedésnek a megreformálásáról. Szeretnénk, hogyha minél több elektromos meghajtású busz közlekedne a személyszállításban, településeinken. Szeretnénk, hogyha a zöld felületeknek a mértékét meg lehetne tartani, sőt, szeretnénk, hogyha erdőket tudnánk telepíteni Magyarországon. Kiemelte, a kérdések arra irányulnak, hogy a választók elmondhassák véleményüket, hiszen a párt szerint nincs idő várni arra, hogy 2022-ig cselekedjen a kormány. Úgy gondolják, hogy ez a népszavazás felgyorsíthatná a folyamatot. Várjuk továbbra is azt, amit már többször benyújtottunk, hogy legyen Magyarországon kihirdetve a klímavészhelyzet. Ez Budapesten egy-két másban megtörtént Magyarországon, megtörtént az Európai Parlamentben is, számos más európai országban, nagyvárosban. Erre az országgyűlés eddig nem volt fogadókész. Szerintem ez tavasszal lehet, hogy változik fog, hiszen a kormány láthatóak próbálja magát zöldíteni. Tehát lehet, hogy belefér számokra, és most már az, hogy ezt elfogadják, de ezt már hosszú-hosszú hónapokat követeljük. A társelnök hozzátette, a zöld politika Magyarországon most széttagolt, ezért szeretné, ha a zöld pártok összefognának és közösen cselekednének.
zsidó-keresztény együttélésről tartott előadást Weiss Péter, a gyöngyösi Status Quo Ante zsidó hitközség elnöke a Berzelagy János gimnázium diákjainak. Az előadása során történelmi példákkal és személyekkel mutatta be, hogy milyen szerepet játszott a zsidóság hazánk történelmében. Emellett olyan kérdéseket is megválaszolt, hogy miért lehet ma sokaknak tabu téma a zsidó vallás. Hogyan éltek régen együtt a keresztények és a zsidók, és ma miért tabu témának sokaknak a vallás? Többek között ilyen kérdésekre is választ adott Weiss Péter, a gyöngyösi Status Quo Ante zsidó hitközség elnöke, aki most a Berzelagy János gimnázium diákjainak tartott előadást az Együttélés történelme Magyarországon címen. Meg akarom a fiatalokat arra nyerni, hogyha ismerik a múltat, a hibákból tudunk következtetéseket levonni, akkor van jövőnk is ebbe az országba együtt zsidóknak és keresztényeknek. És ehhez a legfogékonyabb réteg az a generáció, aki majd a jövőt le fogja bonyolítani. Fiatalok. Fontos ezekről a témákról fiatalokkal beszélni, mondta Madaras László, a gimnázium tanára, aki hozzátette, a diákok körében mindig érdekes kérdéseket vet fel az előadás, amit meg is vitatnak. Fontos az, hogy ezekről beszéljünk, nem kell egymást gondolatát megerőszakolnunk, nem kell feltétlenül ráerőszakolnunk másra a mi akaratunkat. Fontos az, hogy megtanulják a vitát, fontos az, hogy a gondolataikat kicseréljék egymással, és hát aztán az évek és az évtizedek alatt majd kialakul mindenkinek a nézőpontja ezzel kapcsolatosan. A diákok mindig nyitottak és érdeklődőek a téma iránt. Úgy gondolom, hogy ők jelentik a jövőt, akik megteremthetik a békét, mondta Weiss Péter. A fiatalok általában mindenre nyitottak, és csak rajtunk múlik, hogy ez jó lesz vagy rossz. Minden ember jónak születik, mi rontjuk el a felnőttek. Én hiszek a fiatal generációban, eddig pozitív. Néha jönnek kérdések, abból érződik, hogy a fő probléma az ismerethiány, és nem a negatív gondolkodás. A hitközség elnöke a jövő héten újabb előadást tart a gimnáziumban. Gyöngyösváros önkormányzata az elmúlt évek hagyományai alapján idén is átadta elismerő kitüntéseit az év sportolói, sportvezetője és csapatai kategóriában azon sportolóknak, akik a 2019-i évben kiemelkedő eredményükkel, szervező munkájukkal öregbítették a város hírnevét. A díjazottak között volt Kovács Zsófi is, aki edzőtáborozás miatt nem lehetett jelen, az elismerést édesapja Kovács Endre vette át. Zsófi a saját útját járja, igazából Magyarországon sajnos nagyon minimálisat tartózkodik, de hát itt ahhoz, hogy a sportág élvonalában legyen, kellenek a külföldi edzőtáborok. Most éppen Ausztráliában van kint, utána hazajön egy rövid időre, majd utazik tovább Hongkongba, és hát beindul a tavaszi versenyszezon, ahol Új-Zélandba, Ausztráliába, Dél-Afrikába lesznek versenyek. Kovács Zsófi idén harmadik olimpiájára készül, melyet reméljük a nemzetközi versenyeken szerzett pontok alapján májusban már teljes biztonsággal tényként közölhetünk majd. Az év felnőtt férfi egyéni díjat ifjabb Roska László, szenior úszó vehett át, aki az elismeréssel járó pénzjutalmat jótékony célra ajánlotta föl. Belső indítatásból jött, úgy gondolom, hogy ez a pénzbeli jutalom nyilván fontos, de fontosabb volt számomra az, hogy megválasztottak, fontos volt számomra az, hogy eljöttem ide és átvettem ezt a szép vázát, illetve díszoklevelet. És emellett a pénzt annyira nem tartottam fontosnak. Persze a felkészülés, a versenyzés, a szállás, a nevezési díjak, ugye külföldön mind-mind anyagi terhet rónak a sportolókra, de úgy gondolom, hogy mivel ezt a pénzt a városomtól kaptam, úgy éreztem jónak, hogy ott is helyezném el. És a Segíts, mert segítségre szorulok alapítványnak ajánlottam föl. Az eseményen díjat vehetett át az év utánpótlás sportolója kategóriában Deme Dorka, uszonyos úszó, Magda Boldizsár úszó, az év utánpótlás csapata kategóriában a Kálvária Parti Általános Iskola lányfutball csapata, az év felnőtt csapata kategóriában a Hedo B. Brown gyöngyös férfi kézilabda csapata, és az év sportvezető kategóriában Bálkovics Béla sportvezető. Yeah.
módosult a babaváró hitel egyik feltétele. Szigorodott az elvárt, legalább 3 éves TB jogviszonyra vonatkozó előírás. Ez azokat érintheti hátrányosan, akik a tanulmányi szerződés alapján szakképzőiskolában folytatják vagy folytatták a tanulmányaikat. A változás következtében előfordulhat, hogy aki tavaly még jogosult babaváróra, 2020-ban már nem. Szerdán bruttó 6 forinttal csökken literenként a gázolajára, így annak átlagára 412 forint lesz. A benziné nem változik, átlagosan 393 forintos áron tankolhatunk a hazai kutakon. Most pedig híreink következnek még egyszer röviden. Sok a hiányzó téli vírusok az iskolákban. Megállapodást köthetett az alapítvány a roma családokkal. Zöld népszavazás, klímavédelemért küzd az LMP. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!